Sok Sok szeretettel szeretettel köszöntünk köszöntök mindenkit itt a Digitális Témahét 2019. immár negyedik évadának webinárium sorozatában. És ezen a napon Nádori Gergely, a AKG tanára és a tanár blog alapítója, egyik alapítója lesz az előadó, aki Tudományos Élményközpont házilag című előadását fogja megtartani, és hát át is adom neki a szót. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Rögtön az elején egy picit szabadkozni fogok amiatt, hogy valószínűleg a chatre nem tudok mindig azonnal reagálni, mert hogy majd én megosztom a saját képernyőmet itt a nagy érdeművel, ami miatt a chat ilyenkor többnyire eltűnik az én szemem elől, de azt megígérem, hogy a végén akkor biztosan majd megpróbálok választ adni a kérdésekre, hogyha az úgy jó. És akkor amiről itt most szó van, vagy amiről beszélni szeretnék, az az, hogy az én iskolámban, a AKG-ban nagyjából olyan 20 éve már vannak témahetek, amik azt jelentik, hogy valóban olyankor egy hétig csak egy téma körül forog minden. Négy témahét van egy évben a diákok számára, nincsenek ilyen rendes óráik, és ez aztán nagyon sokféle témahét lehet, tehát lehetnek ezek olyanok, amikor nem tudom, elmennek és valahol fizikai munkát végeznek egy gazdaságban, lehet olyan, amikor fogyatékosokkal foglalkozó intézményekben segítenek, lehet olyan, amikor egy történelmi korszakot járunk körül, és természetesen vannak olyanok is ezek között, amik jellemzően a természettudományok köré csoportosulnak, és ez egy ilyen témahét lesz, amiről én most beszélni fogok, és természetesen azt is tudom, hogy rettentően ritka az az iskola, amelyik megengedheti magának azt, hogy ilyen egész hetet így rendezzen be valamire, de azt remélem, hogy ötletadónak jó lesz ez a dolog, tehát hogy nem azt szeretném itt most mondani, hogy mindenkinek ugyanígy 5 napig ezt kell csinálnia, hanem meg szeretném mutatni igazából, hogy mi mindenre képesek gyerekek többnyire, hogyha hagyjuk őket dolgozni, és hogy annak milyen eredménye lehet. És ennek nagyon sok pici darabja felhasználható, tehát hogy nagyon könnyedén lehet kis részeit is felhasználni akár. Úgyhogy ez az, amiről most itt nálunk szó lesz. Magáról a téma hétről azt kell tudni tehát, hogy 5 napon át dolgoztak a diákok, hétfőtől péntekig, 5 fős csoportokban, majd fogok arról is beszélni, hogy ezeket a csoportokat hogyan alakítottuk ki, mert azt remélem, hogy az is érdekes. És az 5. napon egy kiállítást csináltak, egy ilyen tudományos játszóházat, vagy tudományos élményközpontot, olyasmit, ilyen science centert, mint amilyen nálunk mondjuk a Csodák Palotája, vagy a Agora, vagy a Mobilis, tehát vannak ilyenek már az országban, jó néhány. Tehát egy ilyesmit csináltak ők, méghozzá az alsóbb évfolyamos diákoknak, tehát tulajdonképpen az alsósoknak elsőtől ötödikesekig voltak azok, akiknek ezt megcsinálták. Mindjárt majd mutatom azt is, hogy hogyan épült fel maga a hét, vagy milyen részei voltak. Ami még szintén talán ebben érdekes, hogy erre ők kaptak értékelést, ami beleszámít a jegyükbe, a természettudomány jegyükbe, tehát ha úgy tetszik, akkor tétje is volt a számukra annak, hogy mit és hogyan csinálnak. A
Még az is talán fontos, vagy az is érdemes, hogy elhangozzon, hogy ilyet most csináltunk először, tehát ez egy vadonatúj ötlet volt. A korábbi természettudományos témaheteink azok jellemzően elutazósak voltak és terepi munkával teltek. Ez a mostani, ez viszont most ilyen, ha úgy tetszik, akkor városi témahét volt. Amit használtunk hozzá, az az Office 365 rendszer volt, amit az iskolánk már elég régóta használ. Ez ugye egy ingyenesen elérhető ilyen, hát mindenféle menedzsment rendszer, és ami fontos meg érdekes belőle most itt a mi számunkra, hogy a OneNote-ban ilyen osztályjegyzetfüzeteket lehet készíteni, úgyhogy ehhez a témahéthez is készült egy osztályjegyzetfüzet. Még amit el kell mondani, hogy tizedikes diákokról van szó, tehát 15 kötőjel 16 éves gyerekekről, akikkel itt voltunk. És akkor én rögtön avval is kezdeném, hogy megmutatom az osztályjegyzet füzetet, amin dolgoztunk. Nem tudom, hogy ezeket ki ismeri, vagy mennyire ki az, aki már dolgozott osztályjegyzet füzetekkel. Az osztályjegyzet füzeteknek a lényege az, hogy egy OneNote jegyzetfüzet, aminek a diákok egy részét azt csak olvashatják, egy részében együtt dolgozhatnak, és minden diáknak van egy-egy saját jegyzetfüzete, amely jegyzetfüzetbe neki magának kell jegyzetelnie, és azt csak a tanár meg az illető látja. Itt, hogyha megnézzük, akkor van egy ilyen üdvözlő oldal, ez az együttműködési terület az, ahol, amiben mindenki ír, a tartalomtár, amiben csak én tanárként írok, és itt ezek az egyes gyerekeknek a jegyzetfüzetei, amik majd szintén lesz olyan, amelyikbe belekukkantunk, mert hogy itt munkanaplót kellett vezetniük. Itt akkor rögtön lehet látni, hogy hogyan épült fel végül is ez az öt nap, mi volt a lényege. A hétfői nap az egy hát ilyen közös kezdéssel indult, ahol nagyjából elmondtuk azt, hogy körülbelül mit fogunk csinálni, meg mi lesz a célja, és utána volt egy előadás, amire hívtunk egy külső előadót. Gondolom sokan ismerik, meg hallottak már a Zsíros Laciról. Ő jött el és beszélt a gyerekeknek egy picit arról, hogy mit is jelent a tudomány népszerűsítés, és egyébként egészen izgalmas tanácsokat adott nekik, olyan tanácsokat egyébként, amiről azt gondolom, hogy minden tanárnak is érdemes lenne elsajátítania, kezdve onnan, hogy ha valamit bemutatsz, akkor mindig emlékezz arra, hogy neked milyen volt azt először látni, és így tovább, és így tovább. Ezután következett egy olyan foglalkozás, ami itt van, kinagyítom egy picit, amit videókupának neveztünk el. Ez részben a csoportalkotásnak már egy előzménye volt, amit ők még akkor nem tudtak. A videókupa része az volt, hogy azt mondtuk nekik, hogy találjanak, mindenki egyénileg keressen egy 3 kötőjel 5 perces olyan videót, ami valami természettudományos jelenséget, valamilyen kísérletet mutat be jól, izgalmasan, és ez lehet angol nyelvű is, meg magyar nyelvű is, ahogy gondolják, és utána véletlenszerűen ilyen párokba rendeződve megmutogatták egymásnak
a videóikat, és el kellett dönteniük, hogy melyik a jobb. És igazából itt azt néztük, hogy a négy ilyen kör után, ugye akkor mindenki négyszer megmutatta a saját videóját négy másik embernek, ki hány ilyen győzelempontot gyűjtött össze, és azokból a diákokból, akik a legtöbbet gyűjtötték, azokból lettek aztán majd másnap a csoportvezetők. Ugye hát ezután volt egy ebéd, ami nem megdöbbentő, majd pedig, és hát ez nagy szerencsénk szintén, hogy itt vagyunk Óbudán, úgyhogy el tudtunk látogatni a Csodák palotájába, amit ott végignéztek a diákok, de akkor ők már azt tudták, hogy nekik valami hasonlót kell egyszer csinálniuk, és hogy akkor már tulajdonképpen ilyen szemmel is nézelődtek ott. A következő nap volt a KED, amelyik a csoport alkotással kezdődött, és hát itt volt egy ilyen dilemmánk, vagy nekem egy dilemmám abban, hogy hogyan alkossunk csoportokat. Mert hát egyrészt itt nagyon-nagyon sokféle képességről van szó, úgyhogy akár nívó csoportokat is nehéz lett volna összetenni, akár heterogén csoportokat is nehéz lett volna összetenni. Másfelől az is egy tapasztalat, hogy amikor mi tanárok osztjuk be a csoportokat, azt mindig morgással kezelik, és itt azt érdemes figyelembe venni, hogy tizedikesekről beszélünk, akik a, hogy is mondjam, csak a kamaszkori morgásuknak éppen a csúcspontján vannak, tehát nagyon nehéz olyan dolgot csinálni, amiben ők ne találnának hibát. Szóval, hogy ezért már alapból ez kérdéses volt, és azt is gondoltuk, hogy az nem lesz jó, hogyha mi rakjuk egybe a csoportokat. Tehát ennél valami más kell kitálni. Az, hogy egymást válasszák a diákok, az megint nagyon ritkán működik jól. Baráti társaságok szoktak olyankor összeállni. Egyrészt biztosan lesz egy a csapat, akiket senki nem választott, akik maradtak egymásnak, és hát a lókötők is, hogy úgy mondjam, hajlamosak egymáshoz társulni, és akkor jó eséllyel lesz egy olyan csoport, amelyik várhatóan semmiféle komoly munkát nem fog végezni. Tehát, hogy ezt hogyan lehetne jól megoldani. És erre dolgoztuk ki ezt a módszert, amelyik kifejezetten izgalmas lett. A előző nap ebben a videóbajnokságban nyerteseket elvittük. Ők hát igazából csak az időt akartam húzni, úgyhogy ők bementek egy terembe, ahova nem vittek be magukkal se mobiltelefont, se semmit, és ott néztek öveges professzort, meg régi iskolatévéket. Igazából az volt a cél, hogy őket elkülönítsük a többiektől. A többiek pedig kaptak egy kérdőívet, amit mutatok. Így nézett ki a kérdőív. Ez volt a címe, hogy jelentkezés munkára, és ilyeneket kellett benne megválaszolniuk, hogy mik az erősségeik, amik segíthetnének, milyen készségek grafikában, jó barkácsolásban, szövegírásban, milyen szerepben tudja magát elképzelni, természettudományok melyik része érdekli őket a legjobban, milyen csapatjátékosnak tartja magát, és mit vár ettől a témahéttől. Most ezután az erre érkezett válaszokat, amik mondjuk itt vannak, így néznek ki, az erre érkezett válaszokat én kinyomtattam, de anonim módon csak egy kódszám volt rajta, hogy hányas számú diák válaszolta azt éppen, tehát hogy nem lehetett azt tudni, hogy melyiket kiírta. És ebbe a szobába, ahol a csoportvezetők voltak, bevittem ezeket a válaszokat,
a diákok, azok a csoportvezetők pedig nekiállhattak csapatot összeválogatni maguknak. Látták, hogy a csapattagok mit mondanak arról, hogy ők miben jók, vagy ők miben tudnának segíteni a többieknek, de azt nem tudhatták, hogy pontosan ki az, akiről éppen szó van. És ez is úgy ment, hogy először minden csapattag kiválasztott egyet, utána egy másodikat, utána egy harmadikat. De itt aztán tényleg azt is biztosítottuk, hogy ne tudjanak összebeszélni, tehát nem lehetett jelentkezni, vagy jelezni a másiknak, hogy aki mit én azt írja, hogy a delfineket szereti, az vagyok én, mert hogy senki nem tudta, hogy ez most így fog alakulni. És akkor utána összejött az egész társaság, és ők mondták, hogy hányas számúakat választották a csoportjukba, én meg feloldottam, hogy az melyik diák, aki oda került. És a tapasztalat az, hogy nagyon jó csoportok jöttek létre. Tehát ez egy fontos élmény volt az én számomra, hogy nagyon jól együttműködő és jó csoportok kerültek így össze. Ezután a csoportok leültek, és elkezdték megbeszélni azt, hogy ők mit szeretnének csinálni. Az fontos, hogy bizonyos ötleteket itt kaptak hozzá. Tehát itt voltak, azokat majd külön mutatom, a Hacking STEM ötletek, de volt hidraulikus judo, az Arvin Guptának a Trash From Toys-a, amit nem tudom, hogy ki ismer, vagy ki nem, de egy rettentően jó pofa oldalról van szó, ahol mindenféle ilyen nagyon egyszerűen összerakható, de nagyon gyakran komoly fizikai jelenségeket is bemutató dolgokat lehet találni, tehát hogy ez is ott volt ötletként, de akár ott volt ötletként ez a naprendszer, ami ledekkel megépítve, megcsinálva, tehát hogy jó, nagyon sokféle dolgot alapból is felajánlottunk nekik, hogyha éppen nincsen túl sok ötletük, akkor neki tudjanak kezdeni valamin dolgozni. Ezen az első napon még az is a feladatuk volt, hogy elkészítsenek egy munkatervet, hogy ők hogyan fognak dolgozni, amit jóvá kellett hagyatni velünk tanárokkal, és egy költségvetést is, a maximális költségvetése az a 10.000 forint volt csoportonként, de ennél a legtöbb csoport lényegesen olcsóbban dolgozott, és persze az is fontos, hogy jó néhány olyan anyagunk volt, amit nem kellett külön megvenni, mert hogy rendelkeztünk vele, tehát hogy azt össze lehetett rakni. És akkor utána következett az, hogy a szerda-csütörtöki napon tulajdonképpen szabadon dolgoztak a diákok. Ekkor az lényeges, hogy én folyamatosan itt voltam és rendelkezésükre álltam. Az is fontos, hogy van egy műhelyünk, amiben ők be tudtak menni. Az is lényeges, hogy egy csomó mindenfélével azért úgy fel van szerelve a iskolánk, ilyen elektronikai, mit tudom én, jumper kábelekkel, meg ledekkel, ha kellenek, meg részszalaggal, meg mit tudom én, ilyenekkel, hogyha kell, akkor ilyeneket össze tudunk rakni. És akkor péntek reggel felépítettük a kiállítást,
és 3 órán keresztül nyitva volt, ami alatt, ugye ez már a téli szünet előtti utolsó tanítási nap volt, úgyhogy a ottani gyerekek is hát egy kicsit ilyen lazábban dolgozva jöttek, és nézték meg a kiállítást tulajdonképpen, amelyik hát 2 tanteremet meg egy folyosót foglalt el. És készült egy videó is erről, amit én most meg szeretnék mutatni. És mellette beszélnék arról, hogy melyik csapat mit csinált. Remélem ez így működőképes lesz. Így talán jó. És azt is remélem, hogy lehet a hangot hallani majd. Mit lehet megnézni a standotoknál? A mi standunkon egy interaktív domborzati térkép található, ami egy fehér homokkal megtöltött homokozót jelent. Ezzel a projektorral rávetítjük a domborzatnak megfelelő színeket, és a magasságot pedig a kinek berendezéssel lehet érzékelni. Ugye ez egy olyan dolog volt, persze az egyik leglátványosabb. Lehetett hallani a hangot? Jó, szuper. Tehát, hogy ez egy olyan dolog volt, ami ha úgy tetszik, egy recept, amit leszettek a kölykök. Itt van. Hogy hogyan lehet ilyet csinálni. Kellett hozzá egy ilyen Kinect, ami az Xboxhoz van, meg kellett hozzá homok, meg kellett hozzá egy projektor, a projektort azt persze a suli adta, a Kinectet az egyik gyerek hozta. Ennek ellenére azért azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan itt van a lépésről lépésre leírás, hogy mit meg hogyan kell csinálni, de azért dolgoztak vele elég rendesen, kezdve onnan, hogy az egyikőjük laptopjára Linuxot kellett installálni, ahhoz, hogy egyáltalán működjön a dolog, és aztán még neki kellett állni, ott finom hangolni, hogy hogyan, meg miként menjen. Rettentő látványos dologról van szó. Tehát ugye ez az ember ott a homokozóban építket dolgokat, és akkor az annak megfelelően úgy van kiszínezve, mint egy térkép, ez hihetetlenül látványos. Vicces módon egyébként az értékelésükben egy picit lejjebb húztam őket, amiatt, mert hogy ők nem találtak ki hozzá nagyon jó foglalkozást. Tehát, hogy mi legyen az, amit ott a gyerekek csinálnak, az tök jó, hogy ott nekiállnak építgetni, meg hogy a víz hogyan folyik, meg esőt csinálni a kezükkel, meg és így tovább. Tehát, hogy erre ez tényleg jó pofa, de nem feltétlenül jól kitalált állomás volt, ha úgy tetszik, úgyhogy ezért ezen még lehetett volna javítani, de hát egy borzasztó látványos és nagyon, nagyon jó pofa dologról van szó, és ami külön megint érdekes, hogy ez az volt, amihez senkitől semmi segítséget nem igényeltek ezek a tizedikes kölykök. Igen, és akkor menjünk tovább. A mi standunknál az agyról tanulhatok egy kicsit. Itt láthatjátok oldal és felülnézetből az agyat, illetve egy interaktív feladat is vár rátok, hogy megpróbáljátok a különböző részeit az agynak összerakni, és ezáltal kirakni az agyat. Egy lufiból, zselével feltöltött lufiból meg van építve egy agy, amin szenzorok vannak a különböző lebenyeken, és egy teniszlabdát lehet nekiütni az agynak, és egy számítógép pedig megmutatja, hogy hol sérül és mennyire az agy. No, ez szintén
valamennyire egy receptre épült, ha úgy tetszik. Tavaly, ha jól emlékszem, akkor a DTH webináriumok keretében már bemutattam a Hacking STEM nevű oldalt, ahol nagyon-nagyon sok részletesen leírt projektet lehet találni, és ez is onnan való, nem az egész, mert magát az agymakettet, amit összerakosgatnak, azt a kölykök maguk csinálták meg, meg találták ki, hanem ez az agysérüléseket modellező eszköz. Ugye borzasztóan egyszerű igazából, amiről szó van, itt ezek a szenzorok, ezek egy nyomásérzékeny műanyagból vannak, tehát aminek a nyomásra változik az ellenállása. Ezek vannak egy Arduino-hoz kötve, és az Arduino pedig az Excelen keresztül érzékeli azt, hogy mekkora ütés érkezett, és ugye ott van egy lufi, ami pedig ilyen hidrogéllel van kitöltve, azt valami, azt hiszem, hogy ilyen izében vettem kertészboltban a hidrogélt. Nem drága holmikról van szó, tehát ugye egy Arduino-t azt ilyen 5000 forintért lehet kapni, és aztán utána még egy csomó mindenre fel lehet használni. Ez a műanyag se drága, főleg aztán, hogyha ezeket mind-mind a kellő gondoskodással előre megrendeli az ember. Tehát ugye nekünk az volt itt a szerencsénk, hogy egy csomó minden ilyen anyag az itt kéznél volt, amin lehetett dolgozni, vagy amivel lehetett dolgozni. Például ez a nyomásérzékeny műanyag is kéznél volt. Úgyhogy ez az, amit ők itt megépítettek a saját állomásukon. És itt van ez a foglalkozás, hogyha valakit érdekel. Na, és akkor menjünk tovább, nézzük meg a következőt. Szia, Tisztán Zoltán, mit lehet megnézni? Egy zongorát. És... Igen? Mm-hmm. Amit mi csináltunk. Szóval, a mi Istán... Ezt nem tudom, hogy mennyire lehetett hallani, ami itt a háttérben elhangzott. Tehát ugye a fiúk csinálták ezt a filmet az egész tudományos élményközpontról, amit készítettünk, és itt hát nem a legjobb pofán válaszolt először a fiú, de amikor a háttérben azt mondták neki, hogy tudod, hogy ezt a nádori vissza fogja nézni, akkor hirtelen hangnemet váltott. Láthatom egy zongora, amit egy Miki Miki nevű egyszerű programozó rendszerrel oldottunk meg, ami azt tudja, hogy a számítógépek ...nek a billentyűit megfelelteti ezeknek a gomboknak itt, ugye? És úgy csináltuk meg, hogy van egy alapföldelés ennek az alján, itt végig húzódik itt. És akkor a billentyű alján pedig van a luftfólia, és ahogy ez egymáshoz érnek, zárja az áramkört, és akkor... És ugye különböző gombokhoz van hozzákötve, szóval igazából a gombok adnak ki hangokat. Ugye, tehát itt amiről szó van, az ez az eszköz, a Méki Méki nevű eszköz, ami egy borzasztó, egyszerű és jópofa eszköz. USB-vel hozzá tudja az ember csatolni a számítógéphez, és akkor onnantól fogva ilyen krokodil csipeszekkel lehet billentyűket helyettesíteni, és amikor ott vezeti az áramot, akkor úgy érzékeli, mintha lenyomták volna a billentyűt, ha nem vezeti, akkor úgy, mintha nem nyomták volna le a billentyűt. És akkor így született meg ez a nagy zongora, alul egyébként ilyen mosogató szivacsok voltak, avval lehetett lenyomogatni, és még talán ami érdekes, hogy a Méki Méki az a
a hangot azt meg egy Scratch programmal adta ki, tehát hogy a program, amit megírtak hozzá, az meg Scratchben készült, hogy melyik billentyűre milyen hangot adjon ki, és akkor így készült el ez az óriás zongora, amit csináltak a diákok. Na, nézzük tovább. Itt a mi standunknál egy nagyon nagy zoetrópot láthatunk, ami hasonló elven működik, mint egy vetítésnél egy videókamerával által felvett videó. Méghozzá úgy, hogy amikor forog a dob, akkor amikor betekintünk a réseken, mindig a megfelelő képkockát látjuk a sorozatban ahhoz, hogy a Ello képes sorozatából egy mozgókép legyen. Ezen kívül itt lehet olvasni arról, hogy hogyan is működik ez az egész, és hogy hogyan fejlődött ki, és egyéb ilyen hasonló elven működő dolgokat lehet figyelni. Ez például egy taumatróp, aminek az a lényege, hogy két oldala van, és hogyha megpörgetjük, akkor a két oldal az egyben mosódik, és mondjuk ennél úgy látjuk, mint hogyha a madár az a faágon ülne. Ezen kívül itt van még pár ismertető hasonló dolgokról, amik szintén így a múltban használtak, hogy így a mozgókép hogyan működik, és egy flipbookot is készítettünk, ahol pedig egy emberkét tudunk látni, hogy itt ugráljál nagyon menően. Jánomásokat már mit lehet megnézni? Hova? Ugye azt itt kifelejtették az elmondásból, hogy ráadásul még voltak ilyen picike kis zoetrópok is, amik szívószállal meg kurkapálcával voltak megcsinálva, és abban meg mindenki lerajzolhatta a saját dolgát, ami oda belekerült, és tehát még volt egy ilyen foglalkozás is, amit a gyerekek ott nagy örömmel csináltak. Ez például egy nagyon szépen végig gondolt állomás volt, ahol nagyon sok anyag mesélt is arról, hogy mi történik itt, mi a mögötte levő biológia, hogyan alakul ez. Egy földrajz, egy világtérkép. Vannak rajta ledek, amit én csináltam. Vannak rajta ilyen hírességek, amik laminált kis lapon vannak rajta, gombokat, ha megnyomod, akkor beállítanak a lábak, és ott hogy hol vannak a különböző hírességek, az ilyen földrajzi hírességek. Ezt adok. Jó, hát ugye ez, ebben az a jó pofa, amit csináltak. Itt egy ilyen, hát ilyen kérdések voltak, amikkel aztán tippelni kellett, hogy, és a jó gombot nyomja meg, akkor jó helyen világít, hogy hol melyik a piramisok, meg melyik a leghosszabb folyó a világon, és így tovább, és így tovább. Ebben minimális elektronika volt, ugye oda raktunk egy ilyen breadboardot, amiben mikrokapcsolókat tettünk, aztán meg sok zsinór utána, és pár LED, meg ugye a áramforrás, ami 3 volt volt. Hát egyrészt egy nagyon-nagyon szép térképet készítettek el hozzá, világtérképet, azon sokat dolgoztak, jó pofán kitalálták a foglalkozást mellé, és hát én amikor ezt láttam, akkor azon gondolkodtam, hogy én gyerekkoromban, amikor múzeumban voltam, akkor ez volt az interaktivitás csúcsa. Megnyomok egy gombot, és valahol felgyullad egy lámpa, és mutatja, hogy az micsoda, és hogy milyen vicces ez, hogy ezt ilyen házilag is el lehet készíteni. Robot kezet lehet megnézni. Amikor behajlítod az ujjadat, akkor a robotkézen is behajlik az új. Illetve azon kívül még lehet nálunk kapni, akik kipróbálták a robotkezet, utána kapnak ilyen kis újat. Jó, ez is egy Hacking STEM feladat volt, aminek megvan a pontos leírása. A mögötte levő fizika az nagyjából ugyanaz, mint ami az agynál volt, tehát ugyanazt a nyomásérzékeny műanyagot használja, és ahogy az ember behajlítja a kezét, úgy azt érzékeli az ujjak behajlítását, és akkor ennek megfelelően mozgat meg kis szervomotorokat.
Hát ehhez mondjuk kellett már, hogy legyenek ilyen kis szervóink, de szerencsére vannak, tehát hogy az is filléres holmi, amiről beszélünk, a szervomotor. Viszont hát talán itt lehet látni, hogy ennek azért már a pusztán csak a breadboardingja, tehát hogy megfelelően dugdasni a dolgokat, az már egy komolyabb feladat. Úgyhogy ebben tényleg küzdöttek rendesen a fiatalok, de nagyon, nagyon jó pofán sikerült végül, és hát ez is a rettentő látványos dolgok közé tartozott természetesen. Az optikai illúziókat tudjuk megnézni, és amint látjátok, csináltunk egy ilyen szép kis makettet, elkezdik forgatni, és egy idő után, ha fél szemmel nézed, azt fogod látni, hogy megfordul az iránya. Itt az, hogy sokáig nézed, és utána, ha átmész, akkor olyan, mintha mozognának a felhők, és ezt ugyanezt megcsináltuk tűzzel is. És ezen a táblón bemutattuk a különböző optikai illúziókat. Három fő fajtája van, a kognitív illúziók, az optikai illúziók és a fiziológiai illúziók. Ezekről vannak leírás és vannak rá példák. Itt ugye maga, amit így fizikailag elkészítettek, az szép volt, meg csinos, de hát nem a legnagyobb dolog. Ennél sokkal izgalmasabb volt az, hogy nagyon-nagyon sokféle illúziót megcsináltak PowerPoint-ban, és akkor ebből egy ilyen kis előadás volt, ahol nem csak hogy mutogatták az illúziókat, hogy ezek milyen látványosak, hanem ami talán még érdekesebb, meg izgalmasabb, hogy magyarázták is, hogy melyik mitől van, miért alakul ki, hogyan, mi kell hozzá, ugye ezek a különböző fajtákat jópofán megmutogatták nekik, tehát ez is egy nagyon jól kitalált és jól felépített állomás volt, vagy kiállítási tárgy volt. Ez Galilei lejtős autópályája. Az alapötletünk az volt, hogy mágneseket rakunk ide le, a lejtőre, amin pedig mágneses levitáció révén fognak repülni a kicsi kocsik. Azonban sajnos a mágnesek nem működtek, pontosabban túl erősek voltak, és emiatt dobnunk kellett ezt az ötletet, és ehelyett most úgy működik, hogy van kettő kocsink, egy, amelyiken van egy 10 g-os súly, egy pedig, amin egy 50 g-os súly, alapból mind a kettő ugyanakkora. És ezeket innen, hogyha egyszerre leejtjük, akkor meg lehet figyelni, hogy a kettő kocsi egyszerre fog leérni. Ennek a magyarázata ugye a Newton második törvénye, és itt pedig le van írva a tablónk, hogy pontosan a pontos magyarázat, hogy miért történik ez, és a gravitáció miatt, illetve a gravitációs gyorsulás miatt. Ugye ennek a két testnek a légellenállása szinte azonos, emiatt szinte azonos a gyorsaság, úgyis ez a lejtőn súlytól függetlenül. Az alapötlet ugye ez a mágneses vasút lett volna, ami ugyan sokkal menőbb lett volna, viszont így is nagyon jól lehet demonstrálni, tehát a tudományos része a projektnek nem sérül. Na, hát mondjuk ők voltak a leglókötőbb csapat az összes közül, mert hogy a többiek azok tényleg nagyjából megállás nélkül dolgoztak. Ők azért azt gondolták, hogy most akkor várjuk, hogy hol tudunk majd jó mágneseket szerezni, és aztán akkor majd kiderült, hogy akkor mégsem lettek jók a mágnesek, és akkor elég gyorsan kellett rögtönözniük, hogy valami más legyen. Ahhoz képest még teljesen rendben van, de hát ők voltak az a csapat, akik azért le lettek tolva, hogy nagyon nem volt rendben az, amit és ahogyan csináltak, és hogy ez nem 3 nap munkája, azt gondoljuk. Ez egy óriás fánsíp, amin ha ezzel a cuccal ráütsz a csövek tetejére, akkor hangot adnak ki. Először is kitaláltuk, hogy ez legyen a projektünk, ezt a csodák palotájából vettük az ötletet, és aztán ezt felvetettem, és a márkal elfogadtuk, hogy ez legyen végül is a munkánk. A barkácsolás részünknek a nagy részét azt a márk csináltam. Ő vert ugye méretre a csöveket, de azzal ne itt kellett működnöm vele azzal, hogy milyen hosszúnak kell lenni a csőnek, mert ugye pontosan azt a frekvenciát kell kiadni, ami a rendes hang is a zongorán.
Itt ez egészen lenyűgöző volt, mert hogy ezt kitalálták, ezt tetszett nekik, amikor egy ilyet láttak ott a Óbudai Csodák Palotájában, és ugyan ezek a gyerekek még semmi hullámtant nem tanultak, de nekiálltak utána menni, addig kutakodtak, amíg megtalálták ők maguk, hogy hogyan lehet kiszámolni, hogy milyen hosszúnak kell a csőnek lennie ahhoz, hogy milyen hangot adjon ki, és behangolják pontosan, hogy el lehessen játszani a boci-boci tarkát a kis eszközükön, és akkor ott azt magyarázták el igazából a kicsiknek, csak annyit, hogy hogy a hosszúság és a hang azok hogyan függnek össze egymással. Az agyunk működését lebenyekre osztva, hogy van itt egy plakát, itt látható az agyunk lebenyekre osztva, ugye öt lebeny, amit láthatjátok, és vannak ezek a kis cetlieink, amit majd az animáció alapján kell rátenni ezekre a kis tépőzáres bigyókákra. És ott van az animáció, ami bemutatja az összes lebenyt, és hogy melyiknek mi a feladata. És az alapján a gyerekek meg ráteszik a cetliket, hogy melyik lebeinknek mi a feladata. És van még egy modellünk is, ami szintúgy ugye a lebenyeket mutatja be, meg az agynak a nagyobb részeit. És van egy rajzunk, és az alapján kell nekik összerakni őkhez is tépőzárás, és utána rá lehet rakni ilyen kis címkéket, hogy melyik résznek mi a neve. Itt az alapötlet az az volt egyébként, hogy egy olyan agymakettet építsenek fel, amin szintén ledeket rakunk be, és akkor azok így kigyulladnak, hogy hogyan, meg miként. De a közepén úgy döntöttek, hogy sokkal izgalmasabb lenne, hogyha szétszedhető lenne darabjaira, és aztán újra összerakható. Ez, ha jól emlékszem, talán égethető gyurmából készült, és nagyon-nagyon szép lett, és nagyon jó pofán működik. Olyannyira, hogy azóta, amikor biológiából tanítom az agyat, akkor beszoktam vinni. Szia, mit lehet megnézni a kis standotoknál? Tudom, tábla, milyen? Deszkát, az. Ennyi. Mit tudsz erről elmondani? Sok-sok mindent. Elmondod nekünk? Szóval, az a lényege. Látjátok ezt? Ez egy szemléltető eszköz. Szóval beledobolsz egy golyót, az végigmegy a pöcsökön és kijön egy csatornám. Minden pöcsökön 50% esélye elmegy jobbra vagy balra, és ezért a középső csatornákban sokkal nagyobb az aránya az esésnek. Ezért egy ív jön ki. Nagyjából ennyi. Most ez a projekt, ez, ha úgy tetszik, akkor nem sikerült, mert hogy nem sikerült tökéletesen megcsinálniuk, amit akartak, de hihetetlen sokat dolgoztak vele. A lényege az volt, hogy azt olyat akartak csinálni, hogy alul vannak érzékelők, amik érzékelik azt, hogy ott legurul a golyó. Ők részszalagokat raktak oda, azt gondolták, hogy majd a golyó, amikor lemegy, akkor ott azt rövidre fogja zárni, és akkor így lehet érzékelni, és hogy a számítógép azt számolja akkor, hogy melyik részbe hány golyó esett. Ugye ebben a normális eloszlást lehet szépen kirajzolni. És hogy ezt aztán nem sikerült olyanra megépíteni, hogy ne ugorja át, meg pont hozzáérjen, meg és így tovább. De közben meg azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat, meg nagyon jól dolgoztak vele, és elkészítették azt a számítógépes programot, amelyik a Arduino-val összekapcsolva érzékelni tudja a dolgokat. Még ha lett volna még egy napjuk, akkor valószínűleg kitalálják azt, hogy mi a jó megoldás. Jákob lajtorjája, és az fog történni, hogy a két pólus között rövidre fogjuk zárni, és plazma fog létrejönni. Na, hát ugye ez volt az, amit azért kisebb félelemmel vettem, amikor előálltak ebben az ötlettel, hogy ők ilyen ívlétrát szeretnének csinálni, de hát végül is azt mondtam, hogy hát jó, hát nézzük meg. Ha jól emlékszem, akkor egyrészt azt érdemes megnézni, hogy hihetetlenül jó munkát végeztek, tehát itt ez a doboz a
rendesen az érintésvédelem, tehát minden meg volt hozzá, aminek kell lennie. És ha jól emlékszem, a transformátort azt valami régi mikrohullámú sütőből szedték ki hozzá. Ugye ez itt arról van szó, hogy rettentő nagy feszültségre feltranszformáljuk az áramot, és akkor így jön létre ez a jelenség. Ami még nagyon érdekes volt, vagy amit én nagyon szerettem, hogy azt is kitalálták mellé, hogy mi legyen az, amit a kicsiknek elmondanak róla, vagy mitől lesz ez érdekes a kicsiknek, és ez, amit elmondtak, ez a plazma állapot volt, tehát a halmazállapotokról beszéltek velük, és aztán elmondták, hogy itt, ami létrejön, az plazma, és hogy a plazma az már vezeti az áramot, de ugye, hogy meleg, ezért fölfelé száll, és így jön létre ez a jelenség. Ez egy borzasztó látványos dolog volt, és tehát nagyon, nagyon profin dolgoztak rajta a kölykök. Rövidre fogjuk zárni, és plazma fog létrejönni. Tehát a lényeg az, hogy fogtuk és csináltunk egy naprendszer modellt, aminek a lényeg az, hogy fogtuk és méretarányosan csináltunk bolygókat, méretarányosan elhelyeztük őket a naptól. A nap az nem méretarányos volt, az nem kellene be, de emiatt a napnál csináltunk egy olyan játékot, aminek az lényeg, hogy elég nagy távolságban, szomszéd termekben, illetve a fönti-lenti emeletben helyeztünk el cetlit, vagyis a napunk 7 méteres lenne. Kiszámoltuk, a 3,5 méteres sugárral leraktuk a cetliket. A súlyból csort bevásárló kocsikba. Végig megyünk kívülről befelé a naprendszerünkön, miközben én elmondom az információkat a bolygókra, igyekezek kb. Életkorhoz mérten elmondani azért dolgokat a bolygókról. Na hát ezt meg szintén borzasztóan szerették a gyerekek, ugye itt volt egy ilyen bevásárlókocsi űrhajó, amivel végig lehetett utazni a Plutótól a Merkurig, vagy akár a Napig, és ezek egymáshoz képest arányos távolságokban voltak lerakva, tehát ugye ott lehet látni, hogy igazából a földtípusú bolygók azok ott egymás torkában a legelején voltak megtalálhatóak, és a végén volt még egy ilyen jópofa teszt is hozzá, amit megnézhettek, és hát ugye akkor, ahogy mondtam, 3 órán keresztül mutogatták egymásnak, vagy hát a kicsiknek a dolgokat, ami azért elég kemény, tehát a 6 évesektől a 12 évesekig ezeknek a rohamát állni ennyi időn keresztül, és hát ugye még azt mutatnám, igen, tehát így néz ki egy munkanapló, tehát amiben leírták azt, hogy akkor ki mit csináltak, melyik nap, mennyi ideig, tehát hogy ez hogyan készült el, és ez a munkanaplójuk is értékelve volt. Ja, azt még elfejtettem mondani, hogy az is feladatuk volt, hogy a csodák palotájában valamelyik tárgyról ezt a kérdőívet kitöltsék, hogy az micsoda, meg hogyan van. Úgyhogy ez volt ez a hét, még én ide gyorsan rájöttem ennek a videónak a linkjét bemásolom. És hát azt gondolom, hogy a legizgalmasabb benne az talán az alfabéta gamma, az az évfolyam neve nálunk. Tehát a legizgalmasabb benne az tényleg az, hogy gyerekek, amikor kifejezetten szabadjára vannak engedve, akkor milyen sokféle dolgot és milyen látványos dolgokat is képesek csinálni. És ha vannak kérdések, akkor én azokra rettentő szívesen válaszolok. Most várom a kérdéseket éppen.
Vegyes. Vannak köztük nagyon jók, mondjuk akik a Jákob Lajtóriáját építették, azok elég jók, de vannak köztük, akik messze nem a jók között vannak. De valahogy az volt a jó pofa, hogy ez a csoportalakítás, ez jól rakta össze őket. Tehát, hogy nagyon, nagyon mindenkinek lett helye meg szerepe a saját csoportjában. Három kollégám segített egy picit a gyerekek terelgetésében inkább, de ilyen szakmailag én voltam itt, meg én nézegettem, meg segítettem, és még volt egy kollégám, aki pedig a műhelyben, amikor azt kérdezgették a gyerekek, hogy ebben most hogyan fúrjanak, akkor abban segített nekik. De végül is, tehát hogy meg a aztán a, tehát a az a öt kollégám az segített, amikor felszerelni, meg leszerelni, meg ott a kiállítás alatt, tehát hogy a logisztikában ők nagyon-nagyon sok segítséget nyújtottak, de mondjuk a szakmai részét azt én vittem. Alsósokból én most keveset tudok mondani, de egyébként az a Toys from Trash, ami itt a legelején belinkeltünk, ott hihetetlen mennyiségű ötlet van, amik alsóban is tök jól tudnak működni. Szülőktől én nem sokat hallottam. Visszajelzés, de mondjuk nálunk hozzá vannak szokva, hogy minden nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. És végül is egy gyerek se robbant fel. Ami, jó hír. Ami a szülőknek azt gondolom jó volt. Jó hír. Köszönjük az előadást, és ha van még kérdés, akkor kérem, hogy tegyétek föl. Van is kettő. A nagy fekete forgódobot azt az egyikőjüknek volt egy fém a garázsban, egy ilyen nagy fémlap, amit apuka behozott, egy ilyen fémkör, és akkor a köré építették csapággyal. A gyerekek nagyon szerették, tehát akik benne voltak, azok nagyon, nagyon élvezték az egészet, és a látogatók is teljesen odáig voltak. Az nagyon vicces volt, vagy érdekes, vagy különleges volt, hogy a kicsik, az első másodikosok voltak a leglelkesebbek. Őket tulajdonképpen lehetetlen volt levakarni. Hát nem tudom, valószínűleg egyébként a Obi-ban vagy a Praktikerben is tudnak vágni, hogyha ha akar az ember ilyen lap, az nem tudom, Funérból.
No, hát köszönöm szépen a figyelmet akkor. Ez az utolsó dián ez van rajta, de ezért most nem tölteném fel újra a PPT-t. Köszönjük szépen az előadást Nádori Gergelynek, és akkor a felvétel ugyanúgy, mint más esetekben is elérhető lesz a YouTube-on, a Digitális Témahét csatornán. Köszönjük szépen!